Azok a liberális emberi tulajdonságok, liberális reflexek, ha úgy tetszik, amelyek egy valódi liberálist jellemeznek. Én azt hiszem, hogy egy igazi liberális egy olyan országban szeretne élni, ahol az emberek vállalkozó, kezdeményező kedve az teret talál, tehát kibontakozhat, a személyi autonómiák adják a társadalom alapját, és ezek a személyi autonómiák, ahogy itt a megnyitó beszédek egyikében is elhangzott, képesek és lehetőségük nyílik arra, hogy csoportokba szerződve képviselhetessék az érdekeiket, elképzeléseiket, értékeiket a társadalomban, és ezek a különböző alapon szerződő csoportok jól megférjenek egymás mellett, tehát a tolerancia, a türelem, a másság elviselésének képessége az a másik alapértéke szerintem a liberalizmusnak, amelyet egy igazi liberálisnak nem szabad elfelejtenie. Gyakorta halljuk, hogy a népi nemzeti elkötelezettség az egy olyan idézőjelben ideológia, amely nem fér össze a másik ideológiával, megint csak a liberalizmussal. Mi erről az ön vélemény? Azt, hogy én ezeket nem tartom igazi ideológiáknak, viszont eszköznek tartom személyes ellenszenvek, unszimpátiák, gyűlösségek megideologizálására. Tehát arra, hogy miért kell a másikat kirekesztenünk, miért nem szabad a másikat elfogadnunk. Erre szolgálnak ezek címkéül fedő mázul, ha úgy tetszik. És én azt gondolom, hogy mindazok az értékek, amelyeket egyik, tehát a magukat népnemzetieknek megfogalmazó csoport val magáról, és mindazok az értékek, amelyek a magukat liberálisoknak nevezők eszköztárában, fogalomtárában szerepelnek, nem eleve zárják ki egymást, hanem nagyon sok közöttük a rokonvonás, csak ugyanazokat a problémákat esetleg másképp nevezik meg. Ezzel nem akarom elmosni azokat az igenis meglévő, nagyon súlyos politikai ellentéteket és különbségeket, amelyek vannak. Csak azt akarom mondani, hogy létezhetne nagyobb kompromisszumkészség, nagyobb kommunikációkészség is ezek között a csoportok között. De hát a szabadság, tehát a libertász legnagyobb híve talán Petőfi volt a múlt században, akinek a nemzeti elkötelezettsége teljesen vitán felüláll. Igen, én ma Magyarországon minden politikai erőről elfogadom, feltételezem, és semmiképpen nem zárom ki eleve azt, hogy ennek a nemzetnek az érdekeit akarja szolgálni.